itt kiadja egy weboldal, erre rámegyünk. Betölti nekünk az itteni mesét, a kutya, aki nap akart lenni, és akkor már hallgathatjuk is. A kutya, aki nap akart lenni. Volt egyszer egy kiskutya, akit Zöldikének hívtak. Úgy vélte, ő a legokosabb kutya a világon. Csak gondolkozott, gondolkozott, és a napot nézte. Amíg fel nem nőtt, állandóan a napot nézte. És aztán is folyton a napot nézte, és belefeledkezett gondolataiba. A többi kutya sehogy sem értette a dolgot. Miért nézed mindig a napot? QR kóddal működik a Baranyai Kiskassa legújabb attrakciója, mutatja a település polgármestere. Ezzel lehet elérni és megnyitni azt az oldalt, ahol a padhoz tartozó mesét hallhatják az érdeklődők. A mesesétáló kialakítását egy látogatás alapozta meg. Amikor Vókányba jártunk, ott a művelődési asszisztens ajánlta nekem, hogy van egy mesesétáló, és hogy csatlakozzunk mi is ehhez a kezdeményezéshez, akkor kérdeztük tőle, hogy mégis mi ez a mesesétáló. Hát valami olyan QR kódos történet, mesék vannak, hát de mondom, hogyan kerülnek oda a mesék, hogyan kerül oda a QR kód? Hát nem tudom, végül is mindent a Diósdiak Diósdért Egyesület csinál, kérdezd meg őket. Felvették a kapcsolatot a Diósdiakkal. Elkezdődött egy kezdeményezés, Erdélyi Alexandra, kiskassai lakosunk, ez nagyon sokat segített ebben a kezdeményezésben. Rajzoltunk, alkottunk, rákerültek ezekre a képekre a QR kódok, és akkor június 29-én felavattuk Kiskassa sétálóját 6 szuszanóval, Kiskassán 6 szuszanót lehet találni a falu különböző pontjain, telefonnal, okostelefonnal, hogyha végigmegyünk a falun, sétálunk, akkor ezeket a QR kódokat le tudjuk olvasni, természetesen internet szükséges hozzá. Amikor leolvassuk a QR kódokat, akkor különböző meséket tudunk hallgatni, és szerettük volna a mese világába visszaterelni a gyerekeket, ugye, az okos kütyüktől, mert most már azért csak ennek a világát éljük, hogy mindenki az okos telefonok mellett, a tablet mellett nem igazán mozdulnak ki a gyerekek a szabadba, és talán ezzel ki tudjuk csalogatni a szülőket, a gyerekeket a szabadba, tudják hozni magukkal az okos kütyüt, mert azt úgy is szeretik nyomkodni, és akkor tudják hallgatni a meséket zöld övezetbe, és különböző szép meséket hallhatnak. Egyszer volt, hol nem volt, a dimbes dombos baranya meg annyi kincset rejtő napsütötte lankái közt, egy aprócska falu, Kiskassa. Négy magyar népmese és két mese Erdélyi Alexandra helyi szerzőtől, aki a település egyik önkormányzati képviselője lett a júniusi választás után. Azt gondoljuk, hogy a 21. században nagyon nehéz olyan dolgot létrehozni, ami megállja a helyét a 21. század által kínált színes lehetőségek a megannyi inger gazdag palettáján. És hát a mesesétálóról úgy gondoljuk, hogy egy olyan kezdeményezés, ami híd, egyszerre híd az online és offline tevékenységek között, minőségi kikapcsolódást jelent a családoknak, és nem kerül súlyos összegekbe. Úgy gondoljuk, hogy a mesesétáló mindezt egyszerre tudja hozni, és ezért is szerettünk volna csatlakozni a kezdeményezéshez. Az országban ez a 18. sétáló, itt Baranyában is van több ilyen. Úgy tűnik, hogy az elmúlt 4 évben nagyon népszerű lett, és 2020 óta töretlen a sikere. A helyiek abszolút pozitívan fogadták, rengeteg gyerek vett részt a programon, és a hőség ellenére is nagy örömmel vetették bele magukat a sétáló felfedezésébe. Ezen kívül abban bízunk, hogy akik Villányba, vagy Siklósra, vagy a környék más turisztikai látványosságaihoz kirándulnak, majd betérnek hozzánk, mert ez egyébként is azt hiszem, hogy a múltban is jellemző volt, hogy bebekukkantottak a faluba, és bízunk abban, hogy ez még inkább jelent majd valamiféle vonzerőt a számukra. Kasa a kiskassai kiskakas sétálója, ez a hivatalos elnevezése a faluban, ahol az egyik helyszínen gumiabroncsokból játszóteret is kialakítottak még pluszban. A szusszadókban található padokat, illetve egyéb elemeket a falu lakói készítették.